Hát srácok, az van, hogy mindent kipróbáltam, amit csak lehetett. Kis twister, kis wobblerek, nagy wobbler, kis wobbler, minden, gumi, jig, csebú, amit akartok, sajnos nem. Valószínűleg velem van a probléma, mert hogy lehet nem vezetem jól a csalit, nem választom ki jól a helyet. Úgyhogy az van, hogy szükségem van valakire, aki segít nekem, hogy jobb pergető horgásszá váljam. Halló? Szervusz! Az nagyon jó hangzik. És segítesz nekem? Oké. Akkor találkozunk. Köszi, szervusz, szia. Szevasztok srácok, beginner angler jelentkezik innen egy titkos helyről. Az van, hogy itt a háttérben már láthatjátok, hogy Kovács Tamás, hát ő lesz az én mentorom itt ebben a pergetős játékban. Szervusz Tamás! Sziasztok! Ez az első alkalom így közösen a Tamással. Most megmutatom neki, hogy én mit tudok, milyen botom van, milyen technológiával nyomom. Most jelen pillanatban én dropshotozni fogok, ha Tamást jól láttam, ő csebuzik, de hát majd ő is erről fog beszélni, aztán megvizsgálja a botomat, hogy hogy van összeszerelve, meg hát úgy alapvetően a technikát, hogy hogyan horgászol. Itt vagyunk az RSD egyik holtágján, már is az első halam már a horgon van. Gyerekek, ez vágás nélkül. Gyakorlatilag nem kellett sokat dobni. Jó, nekem se. Itt egy kis kősülő van a horgon, de Tibinek is az első. Gyakorlatilag egy-egy dobás volt és egy-egy halom. Gyerekek, ez vágatlan játék. Igen. Nem nagy kősülők, de viszont ultralight felszereléssel ezek a kis 5-20 centis kis kősülők is élményt tudnak nyújtani egy vékony spicű bottal. Ugye hát annyi különbség van, ugye, hogy nekem nem kifejezetten UL a cuccom, egy Delfin dropshot bottal. Egy dropshot bottal próbálkozik most egyelőre, egy nem hozzáillő orsóval, de a célnak megfelelő. Monofil zsinórral próbálkozik, ami igazából az már lehet hátrány dropshotnál, mert dropshotnál az a lényeg, hogy minél közvetlenebb legyen a kapásunk. A minden jobban meg tudjuk érezni a kapást, ez mindenképpen Fonos Zsinór javasolt a orsóra, vagy nanotechnológiával készült zsinórok. Ugye monofilnak az a hátránya, hogy nyúlik, elnyúlik a boton a halnál is, ugye kapást azt mire lehet tudjuk reagálni vele, addigra már a halunk kiköpi gyakorlatilag a csalit. Ja, lehet, hogy azért van az, hogy Újpesten, amikor pergettem, most nem is olyan régen, egy pár nappal ezelőtt, rengeteg olyan volt, hogy így éreztem, hogy kapás van, viszont nem volt. Ez pont ezért van, mert nem egy ultralight horgászatnál elengedhetetlen a olyan zsinór használat, ami nem nyúlik abszolút. Hát azért maradjunk annyiban, hogy ez a cucc, ez nem egy kifejezetten ultralight. Igen, nem egy ultralight a botod. És ez az orsó is. Az orsó is egy inkább egy meccs orsónak nézem. Hát ez szerintem konkrétan az. Ez egy Eurostar Shir GT. Mindegy, hát azért vagyunk most itt, hogy mondd ezeket a kis apró pibákat kiküszöböljük. Reményeim szerint Tamás segít nekem abban, hogy sokkal-sokkal jobb pergető horgásszá váljak. Ugye repcsőhorgász felszerelésekkel horgászunk, ultralight verziókkal, finom zsinórokkal, 1-2 grammos jigfejekkel,
3-5 centis kis plastik gumicsalikkal most elsősorban itt ebben a holtákban. Ugye ezen egy jelen pillanatban egy 7 grammos ólom van, ugye ez egy 5-25 grammos dropshot bot, azt hiszem, nem tudom pontosan. Ezen van egy 6-os süllőző horog, meg egy ilyen nagyon színes kis gumihalacska. Ugye azt mondod, hogy ezt az egy kövest már eddig fogtam vele, de ami nekem ezzel a legnagyobb problémám, az az, hogy ez a bot, ez nagyon jó, valószínűleg a Dunán, akár a Nagyágon is lehetne vele dropshotolni, de hát így rengetegszer van az, hogy nem érzem rajta a kapást, hogy egy nagyon finom UL pálca segítene nekem ezen a problémán? Igen, az mindenképpen segítene. Egy apró dzsiges, kis plastikos kis pálca, egy street fishinges botra gondoltam igazából. Úgyhogy ezt mindjárt ki is próbálhatod, ezt a felszerelést, összeválogatjuk neked. Jó, akkor menjünk el a boltba, aztán válogassunk. Menjünk el a boltba, válogassuk össze, és akkor talán lesz egy kis sikerélményed is. Én meg Tamás, elmegyünk a damil.hu-hoz, aztán bevásárolunk nekem egy keveset. Szevasztok!